kicsit brutálra sikeredett. Nem féltünk sem, nem ettünk, inkább hánytunk. Hánytunk. A mai videóban viszont megint egy ilyen ijedős paratesztet fogunk megcsinálni. Ezt egy magyar csatorna készítette, vágta össze ezt a videót, tehát ez egy magyar parateszt. A leírásban majd leteszem a linket, itt fogjátok látni a videót, ez sokkal parásabb, mint az előző, legalábbis ahogy hallottam. Ez valószínűleg majd adja azt a színvonalat, amitől majd ide fogok kakkantani. Na, tehát, vágjunk is bele! Hallottam a hangerőt. Közösségi felhívása van, lehetőséget felvenni a reakciót arc kifejezésre röstérbe, amint végignézed ebben a videóban. Igen, tehát, hogy itt valahova el kellett volna küldeni még, amikor ez így nagyon futott. De most már nem. Tehát most ez már nem aktuális. Első szint, félelmetes képek. Na majd meglátjuk, mik ezek a félelmetes képek, de mutasd nekem egy póni. Jézus úristen, ez nem póni. Ó, az én vagyok minden reggel. Taka, légy szíves, köszönöm szépen. Úristen, hogy milyen gyorsan ugrunk. Amúgy nagyon, hát sokáig, tehát végül is 7 perc. 6 perc, 50 másodperc. Nem ijedtem meg, csak tüsszentettem majdnem. Ez izé Annabelle? Annabelle. Köszönöm. Ó, milyen szép pár. Milyen aranyosak. Egyik szebb, mint a másik. Ó, így. Csókolom, jó napot kívánok. Ó, na ez nem az emén éleprának. De én ezt kivizsgálom. Harmadik szint, félelmetes gifek. Hanggal mi? Fogadj, tuti, hogy hanggal. Ó, ez a sinister. Hát ez volt aztán, hát egy kicsit megakart a nyakát. Na jó, ezt a gifet nagyon sok szeretem, és ez kurva para, de sose húzza le róla a tapot. Ó, újjászületés. Jaj, de szép baba! Hellóka! Az nem tetszett. Az a szemes dolog, az nem tetszett. Félelmetes hangok. Akkor itt nem lesz... ki? Piszkos dolgokat suttogna a fülembe. Nem az a gáz, hogy piszkos dolgokat suttog a fülembe, hanem az, hogy tetszik. Most valakit megöklöznek? Nem tudom, láttatok-e már az emberi százlábút? Ajánlom nektek azt a filmet. Gyerekbarát, 6 éven aluliak számára is ajánlom. Jézusom, nem valaki megnézésre a kis húgával vagy a kis öccsével. Ott áll meg a fejlődésben az a szegény gyerek. Ne! Kurva jumpscare videók, gyerekek! Jön, most jön! Most nem ijedtem meg! Most nem ijedtem meg! Az meg nem tudom, mi ez a mókus, de utálom, gyűlölöm gyűlölöm a mókusokat. Gyűlölöm a mókusokat. Ez volt a jumpscare? Ez egy nyomorék? Ez volt a jumpscare? Te szar. Biztos nem csak ez volt. Biztos nem csak ennyi volt, ugye? Ugye, cucika? Te nyomorék, szar, mókus. El nem tudod... Ez a nyomoré... Nem tudom, hogy mire számíts. Mi ez a nagy kobra? Mi ez? Ez egy... folyami...
Szarmi vagy te? Miért vagy ekkora? Ne, ezt is van, ezt is van, ezt tudom mi lesz, nyugi, nyugi, ezt tudom mi lesz. Nekem ezt még annó úgy küldték el, hogy így Michael Jackson szellemét felfedezték. De kurvára nem. Nem játsszuk el ezt megint. Na szóval az a történetnek a lényege ugye, hogy a srácnak volt valami szomszédja, egy öreg nő, aki mit tud, mindenféle krónikus betegségben szenvedett, kórházba vitték, meghalt, ja igen, de ugye a halála előtt még otthon állandóan üvöltözött, és a halálával ugye ez nem maradt abba, ez az üvöltözős téma. De ez azért durva, mert velem is történt hasonló. Akkor, amikor ide költöztünk a 8. kerületbe, minden évfélkor, már kb. Minden év... Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hát őszintén meg kell, hogy valljam. Tehát, hogy sokkal, tehát durvább volt. Durvább volt, mint az előző parateszt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, ti is úgy beparáztatok, mint én. Sőt, remélem, hogy jobban is. Igen, tehát egy picit még ver a szívem, semmi baj, ha kórházba kerülök, majd örömmel fogadom az adománycsomagotokat. Köszönöm szépen, néztétek ezt a videót, remélem tetszett, hogy nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Hamarosan jövök a következő videóval, addig is, sziasztok! Olyan fejbe öltöztem most, mint egy orvos. Én majd kivizsgálom azt az ebolát. Banana. 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 Banana.